Jó, meg van rakva ez a fuvar is, he? Megyek is Kronesél ahhoz, ahol eddig jaul. Meg van vigyeztve. Nem lesz semmi kukorica, már átnéztem a többit. Sehol nem lesz nálam még egy tonna, se semmi. Nagy probléma, egy óriási probléma, azért, hely. És tudod, milyen nagy kár ez nekünk. A szál kukorica egyéb még ilyen év nem is volt. Itt a legaljában még lesz itt valami azon a 5-6 soron. Jó, hogy csomagod van közben itt az autó. Api, mely a munka? Megy el. Te pocsolod, Dani. Te pocsolod. Az a, jó. Nem. Várjál, húzza fel. Nem kell itt várni. Le kell, akkor jó. Jó, oda lehet, hely. Igen, oda lehet komplet. Jó, belesülje, Csabi. Húzd meg ki, de kinyomja azt, Csabi! Jó, gyere előre fele! Lejön ad mind oda. Ez jó sok van egy fuvaron, hát így magasító a főleg. Mindjárt közben locsoljuk, tapostam az előbb egy csomót. Ez amit itt van, ez az előző fuvar. Csak a tetején már megszáradt ennyire. Hoppe zsák! Hagyjad úgy akar! Itt ahol nem vágja annyira mindenütt, ugye tetején volt. Az azért van, mert nagyon-nagyon ritka ottan. Azt nem tudja úgy összedarálni, ha nincs elég neki, akkor nem darálja úgy meg, de nézitek milyen faszával összedarálja. Jó. Jó dolgozik a kis gép. Meg ha lehet már rá kéne érezni már, vagy azt hiszem ez a 10. 11. fuvar.
locsoljuk. Hú, de meleg bízin a csövön még. Még ígéti a kezemet. Most már kezd ülni. Hú, itt meg mi történt? Manőver. Kijött a cső. Mindjárt jobban megy. Aranyesőjt a szép kis házra, aranyesőjt a jó anyámra, jó. Teverápta! Kezd ma az a végés megtöltődni! Hál' Istennek! Úgy, úgy! Fejre remény mindig! Hát a tetején meg van száradva itten. Mert nem olyan zöld ez, mint mikor szokott, amilyen kéne legyen. Zöldnek zöld. Zöld, de... De olyan rothad el kell arra, hogy legyen. Milyen sok víztű. Nem kap az olyan sok vizet, egy... Nem nyomja itt annyira. Más években sokkal zöldebb, mikor silahozunk. Be fogják ezt szeretni télen a jószágot. Így meg fogják enni, mint a cukrot szerintem ezt. Ha már szénány nem lett elég, akkor legalább egy messzire út. Komment véjátok meg, hogy ti silóztok vagy nem. Nálatok mi van, mi a helyzet? Hadd erjedjen! Az a lényeg ennek a silónak a taposás, minél jobban légy megtaposva. Ilyen, de nem ennyi érde a szívő most már. Hát az ilyen nem ennyi, de leborul. Leborul? Hát ez ilyen nem ennyi. Még úgy hátra fel, hogy kicsit vele oda. Várjál, meg kell mosom a lábamat. Várjál, elfeledjed. Belül. Jó. Jó, mehet, szerusz. Csak felveszem már a fejemre a kamerát, nem tudom, a kameraszög jó vagy nem. Ha jó, akkor jó, ha nem, akkor úgyis jó. Hogy volna jó, akkor nem jó, de mit csináljak? Így most már egyre rosszabb, hely. Nagyon oldalas. Itt felbrúnák oda lemennék, hely. Valószínű honnan már le is takarjuk. Most már jó magos, igen. Mondom, honnan már letakarjuk, ha minden jó, nem? Vagy nem takarjuk, még le kéne már honnan. Ha még erre kéne hozni, vagy két-három fuvar. Nem tudná borítani. Hogy nem még ide, nyíjed még ide, sok jön. Elég az egy rá. Még egy elég rá. Elég. Még egy már lesz a kevétele magasban. Hát annyival csak nem. Ez nem számít. Hát most lesz jó. A közepe több mint egy méter, jó a.
Hogy ne volna több mával, másfél is van biztos. Hogy ne újd az alja. Mutattam. Faszanyag az biztos. Ha már így alakult az év, sajnos nagy kár ez nekünk, mert jószágban nincsen haszon. De már most mit csináljunk, pocsikoljuk el. Nem tudjuk már mi éri meg itt ez a jószág, ugye ez már nagyon nem éri meg. Nem mond nagyon már sehogy. Ez már csak azért van, hogy ne unatkozzunk tényleg annyira. Ez a jószág. Ha hiába adjuk meg ezt a kukoricát, nincs rajta semmi. Itt nálunk kukorica nem lesz. Ha lesz is, nagyon-nagyon kevés helyenként. Az aljasabb a föld. Oda lett a kukoricánk, hogy 30 hektár mínusz nekünk. Na de ki gondolta, hogy ilyen szárazság lesz? Ha tudtuk volna, nem jutottuk volna, ennyit az biztos. Itt pont jó, mert itt listáló, hogy közel be lehet vinni könnyen. Mondjuk meg volt úgy csinálva, hogy azon az ajtón be lehessen vinni talicskával, csak nem biztos, hogy mikor nagyon éhes a jószág, akkor elébe lehet menni targoncával. Ja, hol lesz apja? Mit szólsz hozzá? Miért, hogy örülnék az öreg te? Na, kicsit meg kell éljetjük már. De nem fog megélezni, ahogy elkezdtük. Apuka, ez a vén hülye, fel akasztja nekik a 7 tonnás remorkát. Kis remítetet! A kis sirigét csinálok a pacimnak! A kis siló! Csináljuk! Aratni jobb lett valahogy. Jó, az így is. 30, tehát tengeribű, semmi nem lett ember. De csak törő össze a lelkem, addig pusztítottak el, még megőrösszeroskodok, és megdöglök. Ne mondd már! Ne fi, nem lesz kedve többet ennyi, ha 500 hektár fejtelen lesz. Nem szabad egy annyi pénzt belefektetni a szart, de millió autó megmondtam nektek. Azt ki gondolta, ilyen szárazság lesz, hogy semmi tengerig? Hát akkor mindenre kell gondolni. Hogy semmi tengerig nem lesz. Előkban nyerget zeném! Papucsom leszakadt a lábomról. Leszakadt. Komplett ma majdnem. Mindjárt hallom, mert ott még fel sem mondani a munkára. Én nem mondom, mondom papucsot. Nem. Csak ide adom. Állj el a 20 lány papucsot. Nem baj a fejére, kopik, de jó. A tiéd bevált, széria. Az is 20 lány.
Azt a piacon tízlér akartad megvenni. Még azt is alkudni akartad, ne? Milyen mi a kutatásod ide annyi helyi? Itt van jó víz benne. Még jó hideg. Ide szoktuk beletenni. Na, ezt vegyék itt valamelyiket. Miért kell le már magad? Valamelyikre. Oh. Vedd ki magadnak a másikat, hogy én innen akarok pakolt ki egyszer, én így akarok. Leittad magad? De mi jó ki? Állj meg, én is tudok most, állj meg már. Mi történt? Emellé jön a víz, ha sose szólt nekem mellé, de jön, mert nem tudok inni most, ha valami kell, be kell jöjjek. Ja, meg jön a mehemen. Rá kell jöjjek. Igen, nagyon szomjas voltál neked. Olyan szél van, elfúj arra.
vaiheessa ihmisiä on. Mä jo kairattu, että kyse pitää vähän jäädä. Orvoura vaan hei. Mä tiedän, kun siitä tuntuu, että mä otin sinne pohjaa. Mä en näkö siitä, että mä oon panemikin pohjaa. Na, ez a tábla készen van 4 hektár. Lett egy jó fúor így a végére. Á, nem sok mentünk még itt az elébe, soha nem ment van már. Nagyon meg van rakva, de jó, hogy ráfért. Úgyhogy most ezzel hazamegyünk. Leborítsuk, még megtapossuk. Utána meglássuk, hogy még van onnél viszünk rá, hogy úgy hagyjuk, hogy van, betakarjuk. Majd még eldöntjük. Csaba, de sok van rajta! Húzzuk a fejdereket! Nézzük meg mégis a fejdereket! Úgy látom, hogy eléggé jó alulról még jobban egyenes. Van rajta, nem is gondoltam a siló ilyen nehéz. Még puhások a gumik is egy kicsit. Nem jó, hogy ki van egyenesedő a fejder. Pedig még az elére soha tudtam rakni. Csak már elfogyott. Mert eddig nem igazítottam, de akkor is mind jó teli volt, de ez nagyon jó teli van. Jó van, az be van fejezve, legalább. Hanyadik fúor? 12? 12 ilyen magasítós, ez már jó. Ja, gyorsan, mert leborul. Gyorsan, mert lefel az autóját, emelje. Ha lenyissuk, megemelni nem tud leborulni. Emeljed! Hú, de fél oldalason áll ember. Vele süllyedt engék a túlsó kerék. Jó, de most már egyenesen áll. Hát nem fog menni előre. De jött, hely. Ilyenkor hajlik ki, az a baj. Már megijedtem, hogy leborul, hely.
Olha uma feirada. Eu de bela chuva te dá assim libe. Mas vi com que era nenhum bela yukod. Ai, que te era bem tolé burut, vão. É que não fala ali, tá onde é nem bem. Bela burut, mas aqui você é isso aí, bem minden da ut. Deia o saco o antei leg. Mas mal é só, tá já o ala cu chabi. Ilyen magas kéne elég, mint most. Ugyan ettől, mint... Nem tudom, 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 nem. Jó! Hopp! Hú, van egy púpéj. Most látszik jó nagynak. Annyira nagy a domba, nagy a part, ott annyira nagy volt.
sziltókarászba. Hé? Könnyű, könnyű. El lesz a silóra. Mert befejeztük a silózást, ennyi volt. Betakarjuk és készen van. Ez már nagyon nehezebb, mint ez. Nehezebb, ez könnyű. Könnyű neked a fejed. Szolár nájlon. Gyere, ez könnyű nájlon nagyon, te. Nem jövő? Gyere. Várjál, meg kell vinni villát, meg lapátot. Nem állni fel semmit, mert akkor már roppad. Akkor... Na rá van húzva nájló. Teszünk rá a fejüdet. Erő még jó, hogy túrú, hogy lesz? Te itt nagyon sokat húztál rá, anyja. De csak abban a videózom körbe, addig. Hogy állunk. Itt folyik a Ganei le, Csabi. Nyílnak a lufire. Nedves lehet akkor. Itt lesz rossz majd ide erő, sok fütet kell hordani. De jó lesz az így betakarva már. Hú, mert akkor csak mint a izé... Hát nem. Szalma lenne. Ez elég, ez két méterbe. Ez lefáradt. Az ide. Videózom, hogy dolgozó. Nyold! Már csak tudom, de csak.
Várjál, tedd le egyszer. Egy mehet rá, legalább többet tudni. Vagy le akarod borítani? Ez mi hajlott le? Várjál. Ha ráment, én nem tudom oda húzni. Jó, fejjel. Hát akkor... Hova húzom? Tettél rá? Jó, tényleg sok van benne egybe. Húzd csak ottan. Miért? Nálont. Úgy, úgy. Itt is kéne még kicsit. Úgy. Ez nem bőz a levegőt, nem bőz. Most lehúrul. Nem húl, lehúl. Lehúl, fejé levisz. Vagy akkor este a csorda után, mi? Mikor vonul. Fejé levisz, mi lesz, 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 hagyjad olyan vastagó. Veszultad. A lesz abból, ma ki lesz szakadva is. Thank you.
Na bőven fejezett fel, ahol betakarás apja. Így néz ki. Tettünk rá szalmát is, hogy ne égesse a nap. Kicsit meglocsoltam, az előbb láttátok itt a videóba, hogy ne vigye el a szél ezt a száraz szalmát, olyan száraz, mivel hogy a szél elvinné, úgyhogy meglocsoltam, hogy ülepedjen rá egy kicsit. Még ott a végére kihozunk egy kis szalmát, mert nem lett elég. Úgyhogy ez a silózós vlog egybe is sűrítve ennyi lenne. Köszönjük mindenkinek a figyelmet. Akinek tetszett, többen lájkot, kommentbe írjon véleményt. Köszönjük a figyelmet, lehettek jó, mindenkinek jó munkát, sziasztok!